Üdvözlöm Önöket, ez a Csillagos Ötös, az Euronews futballal foglalkozó heti podcastja. Hárman ülünk most is az asztal körül, Kis Gábor, Magyar Ádám és Csák Gyula. És azt javasolnám, hogy ne is nagyon húzzuk az időt, hanem vágjunk bele. Nézzük egy kicsit a hétvégi eredményeket először. Kezdjük talán az angol bajnoksággal, ahol különösebb meglepetés nem történt ezen a hétvégén, hogyha én jól nézem. A Leicester City 5-0-ra megvert a Newcastle United-et, talán még ez volt a legmeglepőbb eredmény, nem? Igen, legalábbis a különbség. Viszont ha azt nézzük, hogy amióta a Rodgers átvette a Leicestert, azóta a harmadik legtöbb pontot szerezték a Premier League-ben, mondjuk 31-et, és a Liverpool meg a City jóval többet, a Liverpool 49-et, a City 43-at, tehát ez mégiscsak egy nagy különbség, de ott vannak a harmadik helyen eredményesség szempontjából Brendan Rodgers alatt. Úgyhogy ha így nézzük, nem is annyira meglepő, hogy jó helyen is állnak a tabellán, talán negyedikek most. A harmadikak, harmadik. És valószínűleg jelentős álmodozás zajlik. Igen. Arrafelé egy BL helyről legalábbis. Igen, mondjuk tegyük hozzá, Newcastle-ben volt egy kiállítás, nyilván azért az is hozzájárult a különbséghez. De mondjuk érdekes lesz, a következő fordulóban Liverpool-lal játszanak, Rodgers visszatér az Anfield-re, itt akár hamar vége is lehet ezeknek az álmoknak. Én attól tartottam, hogy nagyon visszaesnek, mikor elvitték a legjobb játékosaikat, de akkor ezek szerint ezt túl lehet azért élni. Hát egy jó edzővel valószínűleg sok mindent túl lehet élni. És úgy tűnik, hogy ha már a Liverpoolt említetted, Ádám, hogy ők jelen pillanatban egy olyan szakaszban vannak, ahol mindent túlélnek. Egy kicsit nyögvenyelős volt talán ez a Sheffield elleni 1-0-ás győzelem, de ez is megvan. Tehát most olyan paszba van a jelek szerint a liverpooli társaság, hogy ha szenvedve is, meg nem mindig jó játékkal, néha persze jó játékkal, de hozzák a meccseket, és egész komoly győzelmi sorozatban vannak. Hát az elég nagy dolog szerintem 100%-osnak lenni egy ilyen bajnokságban, még akkor is, ha nehezen megy. És az 5 pont az megmaradt ugye a City előtt, mint a múlt héten, a manchesteriek az Evertont verték idegenben 3-1-re, úgyhogy lassan azért alakul a helyzet. Más kérdés, hogy azért a negyedik helytől lefelé egészen a 9-ig ugye 1 pont különbség van, tehát 12 pontja van a West Hamnek, és a 9. helyezett Crystal Palace-nak 11, tehát így a bajnokság elején még elég szoros a mezőny, de azért az nagyjából látszik, hogy kezd kialakulni talán az élmezőny és a közvetlen őket követő 5-6-7 csapatnak a mezőnye. Erről a City győzelemről még érdemes kicsit beszélni, több ilyen mérföldkövet is beállítottak ezen a meccsen. David Silvának ez a 200. győzelme volt a Premier League-ben, és ő az a játékos, aki a leggyorsabban érte ezt el a bajnokság történetében, 289 meccs alatt. Ez egy elég jó statisztika. Meg az is, hogy mondjuk Mahrez, amióta a City-ben van, és a legutóbbi 17 kezdésén ebből 10 gól, passz 7 gól, úgyhogy Gabriel Jesus szintén remek formában van, utolsó 21 kezdésén 22 gól, De Bruyne 7 meccs, 8 assziszt, ezek fantasztikus statisztikák, viszont ha megnézzük azt az egy gólt, amit kaptak ettől az egyébként elég rossz formában lévő Evertontól, azt látjuk, hogy Stones meg Laporte kiesése miatt Fernandinho-nak kell középső védőt játszania, és ő nem középső védő, és abban a gólban is nagyon vastagon benne volt. Úgyhogy ha komolyabb csapatokkal játszanak, könnyen lehet, hogy ezen pontokat fognak bukni, és ha pontokat buknak, akkor meg valószínűleg a bajnokságot is el fogja bukni. Ráadásul Laporte hosszú időre, jól tudom, fél évre körülbelül, Stones is több hónapra dőlt ki szerintem, úgyhogy ez egy komoly viharfelhő Manchester City fele felett. Vagy az a klasszikus dolog kell, hogy mindig kettővel többet kell rúgni, tehát olyan jó csatásor kell, hogy hiába. Van egyébként. Egyelőre megy, igen. Igen, ez egyelőre működik. Jó, nézzük a Bundesligát, ahol a Lipcse talán némi meglepetése 3-1-re otthon kikapott a Schalke-tól. Ezzel át is adta az első helyet a Bayern Münchennek, amely a Paderbornt verte idegenben szintén 3-2-re. Itt is ugye 1 pont van az első és a negyedik helyezett között, úgyhogy azért olyan nagy okosságokat még valószínűleg nem tudunk mondani. Sőt, 4 pont van az első és a 9. helyezett között. Nagyon szoros még az állás. Múlt héten még azt beszéltük, hogy a Lipcse milyen jól elvezeti a tabellát, akármi megtörténhet, most meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag... Hát megtörtént az akármi. Igen. Vagy még egy vereséggel ilyen szoros állásnál a középmezőnybe is süllyedhetnek. Zárójelben azért emlékezzünk meg a Hertha 4-0-ás győzelméről Kölnben, már csak Dárdai Pál miatt is. Talán ezzel kijönnek abból a gödörből, amibe belecsúsztak. Nagyon szorosan alakul egyelőre a Bundesliga. Az látszik még, hogy a Dortmund
Bukdácsol elmúlt 4 meccséből 1-et sikerült megnyerni, ez nyilván sokkal rosszabb, mint amire a dortmundi szurkolók vágynak, meg annál is rosszabb igazából, amire a keret predesztinálná ezt a csapatot, úgyhogy nem tudni, hogy mi lesz a Dortmunddal. Gyakorlatilag ki lehet volna, hogy lefocizták a Barcelonát, de legalábbis jobban játszottak azon a Bajnokok Ligája meccsen, utána pedig jönnek az ilyen eredmények, mint ez a 2-2 a nem túl erős Werder ellen. Ki fog derülni majd rögtön itt a hét közepén, a BL fordulóban, hogy ez egy kisiklás volt, vagy esetleg egy rosszabb periódusnak a kezdete, vagy a jele. Ugorjunk át Olaszországra, ahol nyert a Juventus, otthon nyert idegenben az Inter a Sampdoria ellen, nyert az Atalanta, nyert a Napoli, nyert a Róma a Lecce ellen, kikapott a Milán. Minden ahogy, a papírforma. Business as usual, ahogy ezt mondani szokás. Egyszer majd remélem, hogy tudunk hosszabban beszélgetni a Milánról, ami nekem nem vagyok ugyan a szurkolójuk, de azért egy szívfájdalmam, hogy és egy kicsit intőjel is Manchester United drukkerként, hogy hova lehet jutni, hát nem elég következetes vezetéssel. Annyit már most érdemes elmondani, hogy a 16-ok, 6 meccsből 4 vereség, 80 éve nem kezdett ennyire rosszul a Milán, ami így elég megdöbbentő. Ráadásul nem azt lehet mondani, hogy teljesen mondjuk elzárták volna a pénzcsapot, idén-nyáron is 100 millió eurót költöttek, de valahogy ezt nem sikerül eredményekre váltani egyelőre. Általában Gianpaolo alatt már is inog a kispad, volt vasárnap mondjuk este, nem lehet csodálni, igen, vasárnap este volt egy vezetőségi értekezlet, egy ilyen válságstáb, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ott milyen megegyezés született azzal, hogy mondjuk mit várnak az edzőtől, ahhoz, hogy ne rúgják ki. A Milán mély repülése az tényleg... Pedig hát elvileg pénz is van, ugye kínai igen. befektető volt, minden, és valamiért mégsem sikerül összerakni a klubot és a csapatot. Meg ez egy kicsit unalmas lenni, nem, hogy a Juventus mindig bajnok lesz, tehát egy külső szemlélőként ez az a bajnokság, ami talán nem annyira érdekes, mert ott évek óta szinte a második helyért küzdenek, vagy igen. a Napoli, vagy a Róma, vagy a képen. Hát most talán az Inter. Most úgy néz ki, az Inter lesz. Hát, ha összejön. Most Sarri lenyilatkozta, hogy szerinte sokkal szorosabb lesz ez a bajnokság, mint az előzők. A következő fordulóban pont Derby d'Italia lesz, Juve-Inter. Az Inter nagyon jól kezdett, ugye 6 meccs, 6 győzelem, 13 rugott, 2 kapott gól. Ebben nehéz belekötni. Mikor, ha nem most, hogy igen. klasszikust idézzünk, ugye. Bár én azért elég szkeptikus vagyok azzal, hogy 38 forduló után is ez lesz, és nem a Juve állni majd az élen, bár ki tudja. Minden esetre Sánchez bemutatkozott, játszott 47 percet talán. Először rúgott egy gólt, de az csak ő gondolta úgy, hogy az ő gólja volt, mert igazából Sensi lőtte rá, és rajta megpattant, aztán rúgott egyet tényleg, aztán meg kiállította magát műesésért, érdekes első mérkőzés volt. Még annyit érdemes talán elmondani, hogy Balotelli 4 év után ismét gólt lőtt. Most ugye a Bressában játszik. Jól emlékszem, mindig csak 29 éves. Igen, vagyok, ő is jó úton halad az örök ígéret. Igen. Sőt, mellett, hogy meg is érkezett. Spanyolországban 0-0 lett a madridi derbi, az Atletico Madrid és a Real Madrid között. Ennek ellenére a Real Madrid vezeti a tabellát a Granada előtt, és az Atletico Madrid a harmadik. A Barcelona a Getafét verte idegenben 2-0-ra, így a negyedik helyezett, és az Athletic Bilbao pedig 1-0-ra kikapott otthon a Valenciától, és így a hetedik, de csak 3 pont a hátránya a Real Madriddal szemben. A Barca 9 meccs után győzött újra idegenben, talán elkezdhetnek reménykedni. Hát 2 pont az semmi tulajdonképpen a bajnokságnak ebben a szakaszában. Egyébként is néha az ember érzése, hogy hajlamosak vagyunk, még így nagyon szeptember vége van, ugye október legelején ilyen hosszú távú következtetéseket levonni pillanatnyi formából. De igen. azért a Barcelonára, ugye erről már a múltkor is beszéltünk, hogy azért a Barcelonánál valami biztos, hogy nem stimmel. Aztán, hogy ahhoz képest elég erősek-e ahhoz, hogy mondjuk bajnokok legyenek, vagy ott legyenek az első két helyen, az egy másik kérdés, de úgy valahogy nem az igazi. Hát itt még egymás ellen nem játszottak a nagyok, úgyhogy itt ott nagyon gyorsan megfordulhat. Tehát, hogyha a Barcelona Real, vagy a Barcelona Atlético, nál esetleg azt a kettőt meg tudná nyerni a Barcelona, akkor az összes botlásával együtt is hirtelen az élen találná magát. Igen, én is inkább arra utaltam, hogy talán ennek a rossz formának lehet vége, hogy a Villarreal ellen is győztek a hétközi fordulóban, ami szintén egy jó eredménynek számít. Ismét egy fiatal tehetségrúgott volt, Junior Firpo, úgyhogy úgy néz ki, hogy a támadósor az
kiapadhatatlan, akárhányan sérülnek meg, Dembele megint megsérült, most ért vissza, fél-fél időt játszott, ha jól emlékszem, ismét megsérült, de mindig elő tudnak húzni valakit a kalapból. Ha már az Athletic Bilbao-t említettük, akkor nem véletlen volt, hanem arra gondoltunk, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ez egy egészen különleges klub, ami a 21. században egy egészen speciális értékrendet képvisel, hiszen gyakorlatilag az a mondás, hogy, és ez a megvalósulás is nem csak a mondás, hogy a klubban csak baszk vagy baszk gyökerű játékosok szerepelhetnek, ez a kezdetektől így van, ami egy olyan korszakban, amikor simán előfordul az, hogy mondjuk egy angol csapatban nem lép pályára a kezdőben angol játékos, de nyilván ez más bajnokságokra is igaz lehet, ez egy egészen különleges dolog, úgyhogy talán érdemes egy kicsit kitérni a baszkokra. Már csak azért is, mert nagyon érdekes dolgokat implikál. Hogy csak egyet mondjak, nem egy szegény klub egyébként, több 100 millió eurós tartalékjuk van, ahogy utána néztem, de nem igazán tudják elkölteni, mert csak olyan játékost vehetnek, aki baszk. Illetve hát a csapatban még olyanok is játszhatnak, akik bár nem baszk származásúak, de baszkföldön születtek, vagy olyan fiatalon költöztek oda, hogy ott jártak végig az akadémiát, például az Iñaki Williams, aki most az egyik legnagyobb sztárjuk, bár már Bilbaóban született, de gánai szülőktől. Egyébként érdekes, hogy azt olvastam, hogy a szülei gyalog mentek végig a Szaharán, és aztán, ahol van az a spanyol enklávé Marokkóban, ott átugrottak a falon, és úgy kerültek át aztán Spanyolországba. Minden esetre ő az egyik legnagyobb sztárjuk most, ő például 9 éves szerződést kötött most az átigazolási időszak végén, ezzel is a klub hűségét bizonyítandó. Ugye vannak még ketten, van egy román védő, Christian Ganea, és van egy bosnyák csatár, Kenan Kodro, akik szintén nem baszkok, de hogy mindketten szoros szálakkal kötődnek baszkföldhöz. Egyrészt ugye a Ganea ott nevelkedett, gyerekként költöztek Bilbao mellé, Kodrónak pedig, hát nem tudom, hogy Gábor emlékszik-e a Meho Kodróra, aki az ő édesapja volt, és ő a Real Sociedadban játszott valamikor a 90-es évek elején, és utána játszott a Barcelonában is, Tenerife-ben, Alavésben, tehát hogy neki is vannak ilyen gyökerei. Azért ezt a baszk gyökereket, vagy születést azért próbálják valamennyire nem annyira szűken értelmezni, hogy ne lehessen belőle egy jó csapatot összehozni, de kétségtelen, hogy csak olyanok léphetnek pályára, akiknek valamilyen szoros kötődésük van, vagy a régióhoz, vagy ugye született baszkok. És az a döbbenetes, bocs, csak egy mondat, hogy 121 éves klub, és ezzel a mentalitással még soha nem estek ki az első osztályból, rajtuk kívül csak a Barca és a Real van ezzel így. Azt akartam mondani, hogy ennek nyilván van politikai oka, mert a futball az mindig az egy előretört bástya volt, a katalán meg a baszk függetlenséget úgy tekintették, hogy akkor Madrid ellen kell mindenképpen. Tehát a politikának egy fegyvere volt a futball a 20. században is. Nekem az a furcsa, hogy ezt ennyire fenn lehet tartani. Tehát azt gondolom az ember, hogy jó, az elején még így van, azt hittem, hogy majd puhítanak rajta, és szép lassan eltelnek évtizedek, és mondjuk a fél csapat még baszk, vagy a kétharmad, de hogy ennyire szinte 100%-ig megőrzik, ez nagyon, nagyon ritka. Mert ez a Barcelona is szerintem próbálkozott, nem véletlenül az aranycsapataiban mindig a Xavi, Iniesta, meg még a korábbiak is nagyon sokszor a saját nevelésűek voltak. De ezt így fenntartani, ez a mai világban szinte csoda. A Sociedad is próbálkozott vele, egy másik baszk csapat, de ők 30 éve ezt feladták. Hát valószínűleg két csapatot azért nem bír el a régió, hogy csak baszkok szerepeljenek. Nekem egyébként volt szerencsém egy Bilbao mérkőzésen kint lenni Bilbaóban, hát jó régen volt valamikor a 90-es évek legelején, érezni az egész városon, hogy ez mennyire fontos nekik ez a klub. Tehát ugye a Barcelonára szokták mondani, hogy több, mint egy klub, de a Bilbaóra ez legalább annyira igaz, hogy egy olyan dolgot testesít meg a baszkok számára, ami tényleg sokkal több annál, mint hogy ez futball, vagy ez egy futballklub lenne. És hát nagyon érdekes tényleg, hogy ezt nem adták föl. Pedig voltak olyan korszakok, amikor egyébként is sikeresek voltak, de nyilván egy-két akár csak spanyol játékossal, vagy külföldi játékossal megerősítve egészen komoly sikereket érhettek volna el, de ők mégis inkább azt választották, hogy kitartanak az alapelveik és a küldetésük mellett. És azért ez valahol nagyon becsülendő, azt gondolom. És milyen érdekes, hogy ebből az következik, hogy ha ők sikeresek, az gyakorlatilag a kárukra válik. Most az elmúlt 8 évben, vagy szezonban,
hatszor Európa Ligában voltak, voltak döntőben is, voltak egyszer Bajnokok Ligájában, és nyilván ez azt jelenti, hogy ez a generáció nagyon jó, és ez erre a generáció legjobb játékosaira a legnagyobb klubok pályáznak. Na most mivel a Bilbaónak nem kell pénz, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mivel úgyse tudják annyira elkölteni, bár a fizetésekre egyébként viszonylag sokat költenek, nem alkudoznak a vevőkkel, hanem azt mondják, hogyha a kivásárlási árat kifizetitek, akkor odaadjuk ezt a játékost. Ebből lett az, hogy a Kepa a legdrágább kapus lett, aki a Chelsea-be ment 80 millió euróért talán. Ebből lett az, hogy a Javi Martínez, mikor Németországba került a Bayernhez, akkor az német rekord áron volt. Ander Herrera ment a Unitedba, Laporte a Cityhez, szintén rengeteg pénzért. Így, hogy sikeresek voltak, a legjobb játékosaik közül többen is elhagyták őket, és tavaly év közepén majdnem, hogy kiesésre álltak. Nagyon érdekes dolog, hogy mennyi minden következik ebből, hogy ők így állnak hozzá, ahogy egyik másik klub sem. És hogyha csak összesakkozod ezeket a játékosokat egy csapatba, akkor elég komoly csapatuk lenne most is, hogyha ezek a játékosok mind ott maradtak volna, de hát eligazoltak. Itt még egy nevet szeretnék megemlíteni, Echeberriájét, aki ugye valamikor a 2000-es évek elején visszatért a klubhoz, ezüstérmes volt velük a 97-98-as idényben, és a pályafutása vége felé azt mondta, hogy ő olyan sokat kapott ettől a klubtól, hogy ő egy évet lejátszik ingyen fizetés nélkül a klubban. Ez a mai világban egy olyan gesztus, amikor ugye heti 40-80, 100-120, meg 200 ezer eurókat és fontokat keresnek a játékosok, hogy egészen elképesztő, hogy ilyen még van. Igen, és nem is egyedüli, mert ott van Iker Muniain, aki most az egyik sztárjuk, válogatott is volt, ő olyan szerződést írta rá, amiben nincsen kivásárlási ár, ezzel is kiküszöbölve azt, hogy őt mondjuk ki tudják vásárolni nagyobb klubok. Ő azt mondta, hogy láttam, amikor elmentek ezek a társaink, például Laporte, hogy ez mennyire rossz volt a közösségnek, a városnak, én itt maradok, engem nem visznek el, akármennyit adnak, értem. Hihetetlen, hogy tényleg vannak ilyen játékosok, és biztos, hogy tényleg ebben a politikának, az identitásnak, a nemzetiségnek hihetetlenül erős szerepe van. De egy kívülállóként ez nagyon példamutató, tehát én úgy képzelem, hogy egy átlag szurkoló akárhol él Európában, ez egy olyan kuriózum, hogy ezt úgy érdemes szeretni, mert nekem egyáltalán nem szimpatikus, hogy bizonyos csapatok meg össze-vissza vásárolnak szinte ész nélkül, de nagyon gyakran nem látom benne a koncepciót, csak éppen van pénzük, és akkor aki éppen a három legdrágábbat megvesszük, de lehet, hogy az edző nem is talált neki helyet a csapatban, csak jó sok pénzért ott ül valaki a kispadon, tehát ilyen is van jó sok helyen. Nekem ez sokkal szimpatikusabb, hogy maradjunk ilyen kicsik vagy közepes méretűek, de legalább valami koncepció maradjon. Még egy dologgal hagy fényezzem a Bilbaót, mert még nem fényeztük eleget. Ezzel azt is bevállalják, hogy ha igazolni kell, akkor mivel csak baszki játékost vehetnek, aki eladja nekik, sokkal drágábban adja, mint amennyit ér igazából, és azt is, hogy egy csomó emberük elmehet ingyen, akinek lejár a szerződése, ugye? Ezt a négy játékost, akiről beszéltünk, őket adták el az elmúlt 10 évben, a többiek például Jorente is ingyen ment. Ha már itt tartunk, akkor hagyj vessem fel azt a kérdést nektek, hogy mitől kezd valaki szeretni egy csapatot, tehát hogyan alakul ki az identitás, főleg, hogyha mondjuk az egy másik országbeli csapat, illetve mi történik akkor, hogyha ez szépen fokozatosan, ez az identitás elvész vagy átalakul? Szerintem az előző generáció az nagyon nagy része szüleitől, vagy leginkább az apjától örökölte ezt, tehát hogyha az apád Chelsea szurkoló volt, akkor valószínűleg te is, legalábbis nagy részt szerintem ez így van. És amióta rendszeresen lehet nézni tévében külföldi meccset, ami azért mondjuk 20 éve még nem volt szerintem ennyire elterjedt, inkább mondjuk 15, hát 10-15 éve, igen. Tehát amióta bárki tulajdonképpen pár ezer forintért meg tudja nézni egy hétvégén az élbajnokságokat, onnantól kezdve már jobban személyes választás lett talán, hogy nem a családi háttérből dőlt el, hanem te láttad, és mondjuk az Arsenal, csak egy példát mondjuk, amikor franciák játszottak, akkor kicsit ilyen technikásabb, vagy az angol stílustól eltérőt, és akinek az szimpatikus volt, akkor esetleg ő Arsenal szurkoló lett, aki meg jobban szerette ezt a hagyományos elfut a szélen, beadja, és valaki jól fejel, az meg megmaradt valamelyik Everton, vagy bármelyik angol klubnál. Ádám, te például Arsenal szurkoló vagy, te miért lettél Arsenal szurkoló? Hát igen, nehéz kicsit konkrétan megmondani. Egyrészt a 2006-os BL döntő, ami így megmaradt, jött a Barcától, kikapott az Arsenal, én akkor ott az Arsenalnak szurkoltam azon a meccsen, arra emlékszem, de pontosan nem tudom, hogy előtte hogy volt, de például az is benne volt, én úgy emlékszem, hogy az osztályban volt United szurkoló, volt talán Liverpool szurkoló is, és
meg akartam különböztetni magam tőlük, nem akartam ugyanannak a csapatnak szurkolni, nem akartam az aktuális legjobbnak se, bár az Arsenal ugye egy pár évvel azelőtt éppen a legjobb volt. Szerintem ez kicsit olyan, mint szerintem sokszor ilyen általános iskolai, meg gimnáziumi barátok nem is feltétlen azért maradnak együtt, mert annyira hasonló személyiségé fejlődtek ki aztán felnőttként is, hanem egyszerűen annyi közös dolog tartja őket össze a régi emlékek miatt, hogy évtizedekig is barátok tudnak ezek után maradni. És egy ilyen csapattal is így van szerintem, hogy gyerekkorodban valamiért elkezded nézni, vagy mert nagyon jók voltak, vagy mert piros volt a mezük. Aztán ezek a vereségek, győzelmek, utolsó percben berúgott gólok, ezek egy ilyen kötést kialakítanak. Régen még az is dönthetett, hogy gombfociban lehetett kapni esetleg, és akkor, hogyha azt elpöckölgeted, akkor az a csapat volt meg, és akkor jobban megszeretted. Nagyon furcsa dolgok számítanak egyébként. Nekem például az lett szimpatikus és fontos a Manchester Unitedben. Egyrészt ez a soha nem adjuk fel hozzáállás, amire aztán ugye a 99-es BL döntő csak ráerősített, de én már előtte is a Unitednek szurkoltam. A másik, hogy ez az állandóan támadunk, megyünk előre, és ha egy kicsit vissza is állunk utána, akkor gyors támadásokkal, szép focival próbálunk nyerni. És a harmadik, ami így kapcsolódik a Bilbaóhoz is, és ami nekem nagyon fontos, az az, amikor bejött ez a 92-es generáció, ugye ez a Beckham, Giggs, Scholes, a Neville testvérek, a Nicky Butt, és azt gondolom, hogy ez egy olyan önazonosságot adott a klubnak, hogy ennyi fiatal, saját nevelésű játékos kezdett el ott játszani, ami végtelenül szimpatikussá tette őket nekem egyrészt, másrészt pedig, hogy a Manchester United meccs keretében valami 80 éve mindig van saját nevelésű játékos, tehát hogy ezt nagyon fontosnak tartották mindig. Nem tudom, Gábor, te hogy vagy ezzel? Nekem is az mindig tetszett benne, hogy ez, hogy sok angol játszik, vagy ha nem is angol, legalább Velszi, vagy Skót, vagy tehát, hogy valószínűleg szigetországbeli, és minél inkább felazul, annál kevésbé tetszik. Drukkolok nekik, hogy maradjanak, legalább a fél csapat legyen angol, ez nekem is fontos lenne. És mekkora sztárok voltak, tehát Beckham talán volt, hogy a világ legnagyobb sztárja volt. Legalábbis legnagyobbak között ott volt. Az a kérdésem, hogy ezt mind figyelembe véve elkezdődik, mondjuk azért a mostani Arsenal sem ugyanaz, mint a 2006-os Arsenal volt, és nem csak a játékos keret miatt, mert az értelemszerűen kicserélődik, hanem, vagy nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy mennyire változott a klubnak a filozófiája mondjuk az elmúlt másfél évtizedben. Nem csak hogy a 2006-oshoz, hanem a 3-4 évvel ezelőttihez képest is elmentek azok a kulcsjátékosok, akiket nagyon szerettek a szurkolók, még akkor is egyébként nem volt olyan eredményes a csapat. Nyuk Wilshere, Ramsey, lehet mondani Giroud is szerintem. Nem feltétlenül ők voltak a legjobbak a világon, például Wilshere mondjuk nagyon sokat volt sérült is, de valahogy róla ugye azt lehetett érezni, hogy ő ennek az Arsenal nosságnak a folytatója valamennyire. Elkötelezett volt. Ezt talán múlt héten is beszéltük, hogy így, hogy egy ilyen nagyon hosszú ideig regnáló edző eltűnik a csapattól, egy ilyen identitásválság az mindenképpen előjön. Most ugye az Arsenal eléggé mást játszik már, mert tavaly volt egy olyan periódus, mikor elég szépen játszottak, de mostanában hát leginkább egy ilyen esetleges, mintha ilyen gombfoci játékosokat fújná a szél, néha egy kicsit talán olyan. Most nehezebb lenne megszeretni őket, az biztos. Tulajdonképpen itt most ki kéne nyitnunk egy üveg bort, és elmerengeni azon, hogy akkor kinek szurkol az ember. Csapatnak szurkol, futballstílusnak szurkol, játékosoknak, edzőnek, filozófiának, minek szurkolunk tulajdonképpen. És általában nem a városnak szerintem, tehát nagyon kevés olyan, aki azért drukkol, mert volt, nem tudom, Barcelonában is tetszett neki a Sagrada Familia, nem attól lesz valaki, tehát ez vagy máshogy alakul igen, ki. Igen. Te minek szurkolsz a Unitednál? Hát ezt nagyon nehéz most megfogalmazni, mert tényleg olyan, mint a vízben, amikor elkezdik kicserélni az autóban a kereket, a motort, a kormánykereket, a alvázat, mindent, és akkor a végén ott van egy autó, ami most akkor ez az az autó, amit megvettem és szeretek, mondjuk megvettem 20 évvel ezelőtt, miközben mindent kicseréltek rajta. Az elmúlt években nagyon nehéz volt szurkolni, megmondom őszintén, tehát a Mourinho alatt különösen, Van Gaal alatt sem volt egyszerű, most a játék miatt egy kicsit nehéz, de azt gondolom, hogy Solskjaerral, mintha valami legalább szavakban visszajött volna a régi gondolkodásból és filozófiából, és csak reménykedni lehet abban, hogy a játék is hasonlítani fog valamennyire a régi játékhoz.
Ezért is gondoltam, hogy beszélgessünk róla, mert nagyon nehéz megfogalmazni, hogy tulajdonképpen minek szurkolsz. Én annak a játéknak szurkolnék legszívesebben, amit 20-akárhány évig játszott a klub. Ez most az utóbbi években nem nagyon látszik. Az ember reménykedik abban, hogy előbb-utóbb látszani fog megint. Kevés időnk maradt, úgyhogy azt gondolom, hogy beszélgessünk még a Bajnokok Ligája fordulójáról. Bár ahogy így elnéztem a párosításokat, hát olyan nagyon sok izgalom nem várható, egy-két izgalmasabb meccs lesz, illetve ugye itt most a második forduló az klasszikusan az a helyzet, amikor aki az első fordulóban veszített, azon azért már van egy kis eredménykényszer. És azért nagy csapatok vannak köztük. Az a jó, hogy mind a két napra van egy olyan meccs, amit mindenképp érdemes megnézni, kedden, tehát önnek Bayern München, szerdán Barcelona Inter, ezek rangadók, nyugodtan lehet mondani, és igen, azon kívül meg, amit mondtál, a pontot vesztő nagy csapatoknak itt most bizonyítaniuk kell. A Tottenham speciál mind a két szempontból érdekes lesz. De azért még van 4 forduló, úgyhogy nagyon nem fog senki pánikba esni, de nyilván nem szeretne senki egy második vereséget, főleg nem mondjuk a Chelsea vagy a Real. Igen, a Chelsea az érdekes, mert nyilván tovább szeretnének jutni, de valahogy azt érzem, hogy ott azért akkor sincs világvége, hogyha kiesnek, mert hát nem történt semmi, tulajdonképpen egy fiatal okból álló keret, amiben nem lehetett igazolni, elment a legnagyobb sztárja, ez még talán belefér. Mondjuk, ha Brügge tud némi meglepetést okozni Madridban, akkor az mondjuk egy érdekes helyzet lehet, de én a magam részéről azért a Barcelona-Inter mérkőzést várom talán a leginkább, és hát érdekes lesz a Liverpool-Salzburg is, mert hogy azért mégiscsak van ott magyar érdekeltség. Igen, most majd kiderül, hogy az a 6-2 az mennyire volt a Salzburg erőssége, és mennyire a Genk gyengesége. Ja, és igen, az is igaz, hogy a Barcelona és az Inter is egy-egy ponttal áll, főleg az Internek szorít jobban a nadrág, mert nem rangadón veszített pontot, hanem a Slavia Praha ellen. Igen, általában szerintem a focinak jót tenne, hogyha minden évben lenne egy ilyen meglepetés továbbjutó. Tehát azért ahogy gondolod be, hogyha úgy ülsz le mindig augusztus végén, hogy tudod, hogy meg tudnád előre mondani, hogy melyik az a 8 csapat, akkor tulajdonképpen akkor már csak onnantól érdekes tavasztól. Tehát ahhoz, hogy az ősszel is érdekes legyen, én annak örülök mindig, mikor még a Dortmund nem volt ilyen híres, amikor csak először oda bejutott, én annak nagyon örültem, vagy néha egy-egy török csapat, vagy valaki így meglepetést tud okozni, vagy hogy tavaly az Ajax ennyire sokáig bírta. Szerintem az baromi jót tesz a focinak, hogy ezek közül, akár a maiak közül bármelyik kicsi, vagy a Lyon, hát nem kicsi, hogy közepes csapat egyszer be tudna jutni a 4 közé, az jót tesz egy a vérkeringésnek. Hát nem véletlen, hogy az amerikai nagy sportágakban is törekednek arra, hogy valahogy megtartsák az egyensúlyt, hogy mindig legyenek meglepetések. Én például személy szerint a Forma 1-ből akkor szerettem ki, amikor Michael Schumacher a nem tudom én sorozatban 4. világbajnoki címét szerezte, és akkor hát most azon mit nézzen az ember, hogy megint Schumacher nyer. És ezért érdekesebb számomra mondjuk az angol bajnokság, mint mondjuk a spanyol, mert bármelyik héten lehet meglepetés, még hogyha ez fáj is ugye adott esetben az embernek. Akkor most ne kapcsolódj vissza a Forma 1-be. Nem kapcsolódom. Nekem egyszer komolyan vennék ezt az igazolási, meg transferpénzeket, meg hogy ki mennyit költhet, hát szerintem ez már régen elszállt, és ha ezt betartanák, akkor sokkal több esélye lenne egy ilyen Ajax szintű csapatnak, hogy ne az legyen, hogy egyszer bejut az élmezőnybe, és rögtön a következőbe eligazolják a legjobb játékosait, és akkor a legközelebb már nagyon nehéz lesz. Ugyanez igazolt a Lyonra is, meg bármelyik ilyen csapatra, amely kicsit feljött, vagy a angoloknál a Leicester, egyszer véletlenül bajnok lett, és azonnal elvitte a 3 legjobb játékosát. Igen. A gazdag klubok. Tehát így baromi nehéz megismételni a sikert, vagy kitörni hosszú távon, hogy abban a pillanatban tudod, hogy ha eljutsz valahova, akkor már viszik az embereket. Dortmunddal is rendszeresen ez van. Többször konkrétan a Bayern München vitte el a legjobb játékosát. Úgyhogy kéne egy ilyen piacgazdaság ellenes lépés, hogy aki a legjobb 4 közé bejut, onnan ne lehessen a következő évbe. Na, ugye milyen jó ötlet, tényleg. Nagyobb motiváció. Így lehetne motiválni, hogy nem kell azért mindenhol, csak mondjuk aki már oda eljutott, ez egyszer ki lehetne próbálni, ugye. De milyen jó volt tavaly is, ugye, hogy azért Tottenham, Ajax mind ott voltak, és végre nem ugyanazt a 4 csapatot nézte az ember megint a legjobb 4 között, vagy ugyanazt a 6-ot a legjobb 8 között, és tudta, hogy úgyis akkor majd a Real Madrid, vagy a Juventus, vagy a Barcelona, nem megsértve természetesen ezzel a említett csapatoknak a szurkolásokat,
szurkolóit, hanem egy kicsit így kívülálló szemmel, hogy más volt azért nézni egy Tottenhamet vagy egy Ajaxot ott a véghajrában a bajnokok ligájában. Hát majd meglátjuk, hogy idén ki lesz a meglepetés. Azért mindig szokott lenni, úgyhogy reméljük, hogy nektek esetleg valami tipp. Ki lesz a meglepetés, jó csapat? Uh-huh. Én mondjuk mi lenne, megint az Ajaxot mondanám. Ugyanúgy meglepetés, mert tényleg talán három meghatározó játékosuk elment. Ja, én is őket mondanám. Az lenne a legnagyobb meglepetés, ha megint jók lennének. Te kit mondasz? Hát, hogy én kit mondok, ez egy jó kérdés. Én a Lipcsénél maradnék. Ott azt gondolom, hogy olyan háttér van anyagilag is, koncepcióban is, ami előbb-utóbb kihoz belőlük egy jó eredményt. Aztán, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni, meddig jutnak el, az egy másik kérdés. Mi viszont csak eddig jutottunk ezen a héten. Ez volt a Csillagos Ötös, az Euronews labdarúgással foglalkozó podcastja. Kis Gáborral, Magyar Ádámmal és Csák Gyulával köszönjük szépen a figyelmet, jövünk a jövő héten is. Viszont hallásra!